Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kedves nézőink, engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem ezt a beszélgetést. Rendérték, tisztaság, igazság, szilárdság, átláthatóság. Ezek a gondolatok formálták a Solidus díjat olyanra, amilyen lett, mondta Domokos László, az állami számvevőszék elnöke, arról a díjról, amelyet azon személyek kaphatnak elismerésként, akik kimagasló példaértékű teljesítményükkel hozzájárultak az állami számvevőszék jogállami és társadalmi súlyának, szakmai tekintélyének kialakításához, részt vettek az intézmény szervezetének megújításában, a nemzetközi kapcsolatok építésében, továbbá kiemelkedő pénzügyi ellenőrzési tevékenységükkel hozzájárultak a közpénzek hatékonyabb felhasználásához. A díjat pedig 2019-ben, tehát ez idén, Varvasoszki Tihamér, az állami számvevőszék alelnöke érdemelte ki. Nagy tisztelettel gratulálok minden székesfehérvári nevében. Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Én is tisztelettel köszöntöm. Nos, hát én azt gondolom, hogy ha átnézzük, hogy ki mindenki kapta meg, ugye, mert ez egy viszonylag új elismerés, József Mózer az osztrák számvevőszék elnöke, az Intozai főtitkára, Pulai Gyula az állami számvevőszék igazgatója, 2017-ben Helena Abreu López a portugál számvevőszék bírája és Horváth Margit az állami számvevőszék felügyeleti vezetője, 2018-ban pedig Handó Tünde az országos bírósági hivatal elnöke, illetve Makai Mária az állami számvevőszék felügyeleti vezetője vehette át. Én azt gondolom, ez egy veretes névsor. Igen, én is megtiszteltetésnek éreztem, és meg is lepődtem. Az ember az életében sose azért dolgozott, hogy díjat kapjon. Örült, hogy elismeri a város, elismeri a családja, hogy tesz valamit. Itt pedig én úgy éreztem, hogy az az út, amin végment az állami számvevőszék 10 után, miután a Domokos László lett az elnök, illetve én az alelnök, olyan változások történtek a közpénzügyek ellenőrzésében, a közpénzügyi helyzet javításában, ami példaértékű. És nem csak mi mondjuk ezt, hanem 2018-ban készült egy országos felmérés, amely egyértelműen megerősítette azt, hogy az állami számvevőszék ismertsége, elismertsége nőtt, és ami még fontosabb talán, hogy nőtt a megállapításaink iránti bizalom. Én úgy érzem, hogy ehhez az eredményhez egy kicsit én is hozzá tudtam járulni a 9 éves munkámmal. Nos, mennyit segített az, hogy a 2015. július 5-én nevezték ki önt alelnökké, mennyit segített a közigazgatásban, az államigazgatásban eltöltött idő, hiszen azt ne feledjük, hogy ön 3 esztendőt még, ugyebár tanácselnök helyettesként, aztán a Fejér megyei rendőrkapitányság munkatársaként 4 évet alpolgármesterként és 12 esztendőt, tehát egy tucatnyi esztendőn át Székesfehérvárt szolgálta polgármesterként. Tehát amikor megkeresték önt, hiszen ez egy óriási kihívás az állami számvevőszék alelnöki posztja. Mi volt az első gondolata? Ugye én nagyon szeretem Székesfehérvárt. Többször felvetődött a kérdés, hogy hol lakom. Nekem hazám Székesfehérvár és otthonom is, tehát ugyanúgy vászlatlanul itt lakom Marosegyen. Innen járok be napont és késő este jövök haza. Nem volt egyszerű dolog meghozni ezt a döntést. De úgy éreztem, hogy olyan kihívás, ami talán az elmúlt évtizedek szakmai munkájának az elismerése is, hogy az ember nem városi szinten, hanem országos szinten is tud dolgozni a közjóért, a közpénzek, a közvagyon védelméért, hogy ezt el kell vállaljon. Azóta tényleg jelentős változások történtek, és ez a változáshoz nagyban hozzájárult az is, hogy 2011-ben az országgyűlés megalkotott egy új számvevőszéki törvényt, amely meghatározta azokat a kereteket és alapokat, ami mentén haladunk azóta is. Miként lehetett az ÁSZ szolgálatába állítani azt a több évtizedes vezetői szakmai tapasztalatot, amit a közigazgatásban is szerzett? Elnök úrral már az elején csináltunk egy ilyen hallgatólagos munkamegosztást, hiszen az állami számvevőszéknek egy alelnöke van, ettől kezdve a törvény szerint én vagyok az általános helyettese az elnöknek, tehát nincs olyan, hogy ez a te feladatod, vagy az én feladatom, amikor ő távol van, akkor természetesen én irányítom az állami számvevőszéket.
De körülbelül azt fogalmaztuk meg, hogy az önkormányzati világ pont az elmúlt éveknek, vagy az elmúlt évtizedek tapasztalat alapján, hogy az önkormányzati világ, önkormányzati ellenőrzések, ott az új módszerek bevezetése, az bekövetkezett adósságok valamilyen formában feltérképezése, kezelése, az állami nemzeti vagyon ellenőrzése, a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésének a irányítása, felügyelete, az itt a stratégiai célok megvalósításának a figyelése, a módszertanok, kezelési programok figyelemmel kísérése, az kimondottan pont az elmúlt évek tapasztalata alapján az az én feladatom. Ugye egy rendkívül fontos időszakban került vezetőbeosztásban, hiszen 2010-2011-et írtunk, amikor az önkormányzatok pénzügyi és működési összeomlás határán álltak. Ezt tudjuk Székesfehérvárról is, és ez nem az előző városvezetők, hanem rossz törvények, tehát nem olyan törvények születtek meg, amelyek az önkormányzatiságot segítették volna. Tehát egy olyan időszakban kellett átvennie a stafétabotot alelnökként, vezetőként, amikor ez egy, ahogy fogalmazott az imént, valóban óriási kihívás. Igen, hiszen 2010-ben szembesült az ország is azzal, hogy milyen helyzetben vannak az önkormányzatok. A 2007-től 2010-ig egy 80%-kal megnőtt az adósága az önkormányzatoknak. Ez meghaladta az 1200 milliárd forintot, ami a kedves televíziónézők is úgy érzékelik, ez egy óriási szám. Ugye az volt a feladatunk, és én tényleg ismertem belülről az önkormányzati rendszert. Ugye egyből elkezdtük ellenőrizni a megyei jogú városokat, nyilván Székesfehérvár nem én irányítottam az ellenőrzését, illetve a megyéket, és utána 62 város választottunk ki reprezentatív mintavételezéssel, aminek az a lényege, hogy egy átfogó képet kaptunk arról, hogy hogy kerültek ilyen helyzetbe az önkormányzatok, és melyek az önkormányzatok pénzügyi vagyoni gazdálkodásában meglevő főbb kockázatok. És itt megállapítottuk azt, hogy egyszerre van jelen a működési hiánya az önkormányzatoknak, pont 2010-ig az alulfinanszírozás miatt, hiszen ott szoktuk mondani, a normatív támogatások sose fedezték az önkormányzat kötelező feladatainak a végrehajtását, és jelen volt egyből együtt a felhalmozási vagy fejlesztési hiány is. Ugye ez azt jelentette, hogy nagyon sok Európai Uniós forrás volt minden városban, minden város igyekezett a közjót szolgálni és a pályázatokat megvalósítani, de a finanszírozáshoz önerőt kellett hozzátenni, illetve úgynevezett utófinanszírozás volt. Tehát a városoknak meg kellett előlegezni ezt a forrást, utólag kapták meg. Ez volt a fő oka, az EU források. A másik, hogy nagyon sok településen nem megfelelő projekteket készítettek elő. Nem volt végig gondolva, hogy megcsinálunk valamit, az hogy fogjuk utána működtetni, fenntartani. És ugye, amit most is ellenőrzünk a napjainkban is, az úgynevezett belső kontrolloknak a megléte, az azt jelenti, hogy mennyire szabályozott egy önkormányzat működése. És ehhez jött hozzá, amit szintén az elemzéseink alapján állapítottunk meg, az önkormányzati gazdasági társaságok. Hiszen a többségi vagy kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok kötelező feladatokat látnak el. És ha egy önkormányzat nem törődik a gazdasági társaságaival, vagy nem figyel rájuk, nem ellenőrizi, nem irányítja, vagy esetleg bizonyos feladatait a gazdasági társaságokkal csináltat meg, hogy neki ne kelljen felvenni hitelt, nincs a megfelelő eszközpótlás, nincs megfelelő amortizáció, olyan helyzetbe kerülhetnek ezek a gazdasági társaságok, hogy mivel kötelező feladatot el kell látni, hogy vagy az államnak, vagy az önkormányzatnak be kell tenni a pénzt. Tehát ez volt a következő oka annak, amit úgy éreztük, hogy emiatt, és ezt alátámasztották az ellenőrzéseink, hogy emiatt kerültek az önkormányzatok ilyen kritikus helyzetbe. Számtalan fájdalmas döntést kellett meghozniuk, nyilván a parlamentnek követnie kellett az önök szakmai beszámolójához mérten az új törvényekkel azt, ami rendbe tette ez viszonylag ezeket a dolgokat. Ez egy nehéz folyamat. Igen, én úgy érzem, és köszönhető a parlamentnek, hogy azokat a javaslatokat, amit az ellenőrzési tapasztalataink alapján letettünk a jogalkotók asztalára,
az elfogadták azt, hogy egyedül az állami számvevőszéknek van országos rálátása az önkormányzati rendszerre, és ez alapján hozta meg a parlament 2012-ben azt a döntést, hogy konszolidálják az államadóságot, tehát magyarul az önkormányzatoknak bizonyos feltételekkel kifizették az államadóságot, a hiányt, és ugyanakkor hoztak olyan stabilizációt biztosító törvényeket, amely szigorú keretek közé tette a hitelfelvétel lehetőségét, a GT-knek a kezességvállalást, tehát minden olyan feladatot szigorú ellenőrzés alá tett, ami újra idézhetné az eladósodását az önkormányzatoknak. Tehát komoly kockázat elemzés zajlott, hiszen ez másként nem megy. És 2013-ban megint egy rendkívül fontos és kiemelt feladatot kapott az önkormányzatok, illetve az önkormányzatok gazdasági társaságainak gazdálkodását ellenőrizték oly formában, hogy a korrupciós gyanús ügyeket próbálták egyik oldalról megelőzni, másik oldalról feltárni. Ez valós veszély volt ebben az időszakban? Vagy jobb megelőzni a bajt címszó? Én ez egy érdekes dolog, hiszen nagyon sokan nem tudják, nyilván a kedves televíziónézők is egy része nem tudja, hogy 2011-ig az állami számvevőszék nem ellenőrizhette a gazdasági társaságokat. Ugye akkor biztosította az előbb említett törvény ezt a lehetőséget, a BKV ellenőrzésével kezdtük, hogy ott tettünk is jó pár negatív megállapítást, illetve tártunk fel szabálytalanságot, és utána pont az ellenőrzési tapasztalataink azt mutatták, hogy egy önkormányzatnak, ha képet akarunk kapni az önkormányzat helyzetéről, akkor nem elég a pénzügyi helyzetet értékelni, hanem hozzá kapcsolódik a vagyoni helyzet is. Hiszen nagyon sok önkormányzat úgy próbálta biztosítani a stabilitását, hogy felélte a vagyonát. És ugye nem így kell biztosítani, mert elfogy a vagyon, illetve a közfeladatok rovására megy ez az egyensúlyteremtés, hanem reorganizálni kell, át kell tekinteni a feladatokat, át kell tekinteni a szervezeteket. A integritás, hogy előhoztad, az ugye 2010-ig ez a szervezeti integritás kérdés egy idegen fogalom volt Magyarországon. 2007-ben az állami számvevőszék akkori munkatársai jártak ki Hollandiában, és egy holland modellt ismertek meg, ahol ott már évek óta bebizonyították azt, hogyha felmérik a kockázatokat, a kockázatokra kiépítik a védelmi rendszert, hogy a kockázatok negatív hatása ne érvényesüljön, azzal jelentős korrupciót tudnak megelőzni. És így kezdett el az állami számvevőszék dolgozni az úgynevezett szervezet integritás projektjén, amihez nyilván kapcsolódtak a önkormányzati GT-k. Tehát ez a tulipános tanulmány, ez sokat segített, viszont az önkormányzatoknak mikor sikerült rábírni arra, hogy ezt valóban komolyan vegyék? Bár nyilván, ha az ÁSZ ezt rendeletben, illetve tehát rendeletben szabályozzák, akkor nincs ezzel gond, de ezt újra kellett tanulniuk az önkormányzatoknak is. Igen, hát én azt hiszem, hogy a minden szabálynak akkor van értelme, nagyon fontosak a szabályok, a törvények, de ezeket általában akkor tartják be, és ez az ellenőrzési tapasztalataink is, hogyha ellenőrzik. És az állami számvevőszék ugye a harmadik védelmi vonal, hiszen egy GT-nek is ott kell lenni magának a GT-n belül a belső ellenőrnek, könyvvizsgálónak, a második védelmi vonal a tulajdonosi ellenőrzés, és harmadik védelmi vonal az ÁSZ. Tehát mi vagyunk, ahogy a törvény is fogalmaz, az alaptörvény, az alkotmányunk, hogy az országgyűlés legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve. Először nyilván nem tudtuk ellenőrizni a szervezet integritás kiépítését, mert nem is volt ez a fogalom. Nem voltak meg a jogi hátterek, nem volt meg a szabályozás. Úgy indítottuk, hogy kérdőíveket küldtünk ki önkormányzatoknak, és erre önkéntesen vártuk a választ. Amiben meg volt határozva az, hogy melyek azok a kockázatok, tehát saját magát kellett értékelje az önkormányzat, vagy a GT-je, hogy melyek azok a kockázatok, ami az ő feladatából adódóan bent a rendszerbe veszélyezteti az értékeinek az elérését, megvalósítását, hogy felmérte ezeket a kockázatokat, és kiépítette erre az úgynevezett védelmi vonalat. Ezzel indítottuk kérdőívekkel.
Utána a törvény is segített bennünket, hiszen a jogszabályok úgy alakultak, hogy kötelezővé tették a első számú vezetőknek egy intézménynél, egy gazdasági társaságnál az úgynevezett szervezet integritás kialakítását, a kockázat elemzést, és a kockázat elemzésbe betették az integritás felmérésének a kötelező felmérését, ezeket a kockázatokat, és ekkor tudtuk ellenőrizni. Most már nem csak kérdőívekkel dolgozunk, hanem az ellenőrzési programunkban rá is kérdezünk, hogy kiépítette a védelmi vonalat. Nem tudom, hogy erről mondhatok egy mondatot, igen, hogy a kedves televíziónézők értsék, hogy mi az a szervezet integritás. Ugye arról van szó, hogy amikor létrejön egy cég, vagy nézzük az önkormányzatot, vagy egy hatóságot, egy állami GT-t, teljesen mindegy, ugye megvannak a feladatai. A feladatok végrehajtásával óhatatlanul egy kockázatot hordoz. Hiszen ha van olyan cég, aki hatóságengedélyeket ad ki, szociális ügyekben dönt, támogatásokat ad, felvételekben dönt, óvodai felvételben, egyetemi, stb. A pályázatot ír ki, közbeszerzéseket bírál el, csak úgy sorolhatnám. Tehát vagy találkozik a vállalkozókkal, vagy találkozik direktben az állampolgárokkal. Ugye óhatatlanul megvan a veszélye annak, hogy nem úgy intéződnek az ügyek, ahogy azt szabályos lenne és törvényes. Tehát ezért van az, hogy mi azt kértük, és a törvény is ezt írja elő, hogy fel kell mérni, hogy mi a célja egy intézménynek, milyen értékeket képvisel, és meg kell nézni, hogy milyen korrupciós veszélyei vannak. Mondok egy példát. Ugye, hogyha van olyan hatóság, aki ügyeket intéz, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy én viszek ajándékot, valamit, azzal gyorsabb lesz az ügyintézésem, számomra kedvezőbb elbírálást kap az ügy, akkor fog ajándékot vinni. Most a jogszabály nem írja elő, hogy legyen olyan belső szabályzatod, kedves vezető, hogy szabályozd az ajándékozást, de a vezetőnek igenis ez dolga. Ugye ezért mondtuk azt, hogy tessék felmérni a kockázatokat, megnézni, hogy mit veszélyeztetik a cél elérését. És úgy fogalmaz a felmérésünk is, meg az ellenőrzéseink is, hogy vannak úgynevezett kemény kontrollok, meg vannak lágy kontrollok. A kemény kontroll az, amit jogszabály ír elő. Legyen SMS-ed, számlarended, számlatükröd, aláírási szabályzatod, és így tovább, leltárcsi szabályzatod, tehát amit a törvény előír, és vannak lágy kontrollok. És ilyen például az ajándékozás belső szabályozása, a rotáció biztosítása, hogyha én, mint ügyintéző, éveken keresztül mindig azt az ügyfélkörtnek az ügyeit intéztem, velük találkoztam, az nem jó. Bizony. Ugye megvan a veszélye annak, hogy esetleg bekövetkezik a korrupció, vagy sorolhatnám a külföldi kiküldetések. Tehát vannak olyan úgynevezett lágykontrollok, amelyeket a jogszabály nem ír elő, az állami számvevőszék módszertana írja elő, és ennek a meglétét mi ellenőrizzük. Hiszen itt azért ne feledjük, a közbeszerzési eljárásoknál milliók, milliárdok. Így van. Tehát ez a tér. Így van. Foglalkozunk még egy kicsit a településekkel. A települések és a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzési rendszere, mert ugye, ahogy olvasom, ezt is szélesíteni kellett, és a vagyongazdálkodást is ellenőrizték. Erre miért volt kiemelten szükség? Igen, megkérdezték mások is, hogy mennyi pénzt költenek a nemzetiségi önkormányzatok, hogy alig kapnak támogatást, hogy akkor, persze relatív, hogy alig kapnak, ugye, hogy miért kell ellenőrizni őket. Mi azt mondtuk, hogy Magyarországon példaértékű a nemzetiségi törvény. Tehát olyan kiépített és támogatott nemzetiségi rendszer nagyon kevés országban van, mint nálunk. Ugyanakkor, tehát ez az egyik elem. A másik, hogy ők olyan nemzetiségi ügyekkel foglalkoznak, képviselik az úgynevezett kisebbséget, a saját identitásukat, hogy nagyon fontos az, hogy azt a pénzt, amit ők kapnak, teljesen mindegy milyen forrásból, de közpénz nyilván, azt szabályosan költsék el. Hiszen egyrészt azzal tudják megvalósítani a célt, meg akkor nő a presztízse is annak a kisebbségi település önkormányzatnak. Ezért kezdtük el ellenőrizni a települési nemzetiségi önkormányzatokat, több mint 200-at ellenőriztünk, feltártuk a szabálytalanságokat, megállapítottuk azt, hogy mi az, amit jók csinálnak, mi az, amit változtatni kellene, és utána leellenőriztük a 13 országos nemzetiségi önkormányzatot,
Most folyik pont a, most adtuk ki napokban 13 nemzetiségi önkormányzat ellenőrzéséről készült utóellenőrzést, hiszen hogyha az ellenőrzésnél megállapítunk hiányosságokat, teszünk javaslatokat, az állami számvőszék utóellenőrzésben megállapítja, hogy ezeket a hiányosságokat megszüntetted-e, a szabályozást kiépítetted-e, és most adtunk ki egy elemzést, pont napokban fogunk kiadni, én szerdán megyek a parlament nemzetiségi bizottság elé, tájékoztatom a bizottságot arról az elemzésről, amit készítettünk a országos nemzetiségi önkormányzatoknak, nagyon sok intézményük van. Országosan 83 intézményt tartanak fenn és működtetnek, ebből kockázatelemzés alapján kiválasztottunk 13-at, arra figyeltünk, hogy minden egyes országos nemzetiségi önkormányzatnak egy ilyen intézményét kiválasztjuk. Erről készítettünk egy elemzést, minden egyesről külön készítettünk jelentést is, amit az érintettek megkaptak, meghatároztuk a javaslatainkat, megállapításainkat megtettük, és egy elemzést készítettünk jobbító szándékkal, és én ezt szeretném ismertetni a parlamenti bizottsággal szerdán, pont azért, hogy mi milyen megállapításokra jutottunk. Ők hogy látják, hogy hogy lehet javítani a szabályozottságon? Hogy lehet a közpénzeket átláthatóbban és szabályosabban elkölteni? Ez nagyon fontos, amit mondott, viszont az is nagyon fontos, hogy amióta a világ, ha nagyívű fejlesztések vannak településeken egy országban, akkor óvatatlanul is nő a korrupció veszélye. Ennek jelentős szerep jutott abban, hogy elsősorban a korrupció ellenes elemzéseknek, vizsgálatoknak köszönhetően ez egyre csökken. De mennyire csökkent? Tehát a kicsi is sok, nyilvánvaló, de tetten érhető az a fejlődés, hogy odafigyelnek önöknek is köszönhetően az önkormányzatok, a települések, a nemzetiségi önkormányzatok, a gazdasági társaságok arra, hogy a tiszta utat válasszák? Én azt hiszem, hogy jelentősen nőtt azoknak a köre, azoknak a vezetőknek a köre, akik komolyan veszik az integritást, a szerzett integritást. A tavalyi évben több mint 3500-an küldték vissza a kérdőíveket kitöltve, és egész jó eredményekkel. Ugyanakkor ugye mi nem azt mondjuk, hogy valaki korrupt vagy nem korrupt. Ebből még amikor indítottuk ezeket az ellenőrzéseket 2011-12-ben, vagy felméréseket, voltak is véleményeltérések, mi ezt sose állítottuk. Mi azt mondjuk, hogy megnéztük, hogy mik veszélyeztetik annak az önkormányzatnak, GT-nek, nemzetiségnek, az értékeinek a megvalósítását, és ezt ő megnézte, számba vette a kockázatokat, és kiépítette a védelmi rendszerét. Mi úgy érezzük, hogy jelentősen javult a helyzet, hiszen a nagy beruházásoknál is, amiket szintén most adtuk ki múlt hét pénteken a Liget projekt előkészítésének az ellenőrzését, vagy a PAS 2 előkészítését ellenőriztük, tehát országos nagy beruházásokat is ellenőrzünk, mi úgy látjuk, hogy az előkészítésen van a hangsúly. Tehát ott kell mindent számba venni, mindent felmérni, hiszen amikor egy beruházás, azt mondják, hogy 10 milliárdra tervezik, és 14 milliárdért valósul meg, és akkor egyesek korrupciót kiáltanak. Ez így nem igaz. Hiszen ha rossz az előkészítés, nem jól mértem fel, hogy mennyibe fog kerülni, akkor óhatatlanul jönnek többletfeladatok. Ugye, tehát ez egy egész más kérdés. Amit mi tudunk mondani, hogy ellenőrizzük, hogy a kötelező kontrollok ki vannak építve, illetve amit az ÁSZ módszertanával beépített, úgynevezett előbb említett lágykontrollokat, kiépítették-e. Egyébként én hadd erősítsem meg azt, hogyha Magyarországot nézzük, ugye a magyar gazdaság erős, ugye olyan GDP, olyan növekményt értünk el a tavalyi évben is, ami Európai Unió szinten példaértékű. Egymás után halljuk a híreket, hogy jönnek vállalkozások Magyarországra, és erősödik a gazdaság. Most, hogyha annyira rossz lenne itt a korrupciós helyzet Magyarországon, akkor nem hiszem, hogy mindenki szívesen jönne ebbe az országba. De nyilván van mit tenni, és mi ezért is vesszük komolyan,
hogy ellenőrzéseinkbe beépítettük, most már nincs olyan ellenőrzésünk szinte, ahol ne nézzük meg az szervezeti integritás kérdését is. És hogy mennyire így van, azt bizonyítja, akkor megérkeztünk most a díjhoz. Ön az elmúlt esztendőben a díjátadón azt mondta, azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak az állami számvevőszék céljának eléréséhez, tevékenységének ellátásához és fejlesztéséhez, alkotmányos szerepének betöltéséhez és társadalmi megbecsüléséhez. Amikor hírül vette, hogy az idei elismerést veti át, mi volt az első gondolata? Hát természetesen, amikor én ezt elmondtam, ugye, hiszen egy gyakorlat volt, hogy minden évben a díjazottakat én méltatom. És ez a díjazottak tavalyi méltatásánál hangzott el, akire nem gondoltam rá. Hogy mondtam a bevezetőben, és én egész életemben sose azért dolgoztam, hogy valaki díjat adjon. Én örültem annak, hogyha a közvetlen környezetem elismer, a közvetlen kollégák elfogadnak, hallgatnak rám, és én azért mindig vallottam azt, magánemberként is, meg vezetőként is, vagy egyszerűen munkatársként is, hogy az ember csak akkor tudja megvalósítani a céljait, és akkor tud elérni valamit, ha vannak partnerei. Családba is kellenek partnerek, hogy elhiggyék azt, hogy az, amit ő akar, az jó, abba az irányba menjünk, és a munkahelyen is vannak partnerei. Én ezt meg is köszöntem a díjátadásánál minden kollégámnak, aki elfogadja a szakmai irányításomat, aki vitatkozik velem szakmailag, hiszen így megy előbbre az állami számvevőszék is. Nos, ehhez az elismeréshez anyagi elismerés is jár, és ezt ön a Fejér megye gyermekeiért alapítványnak ajánlotta fel. Igen, mi négyen vagyunk testvérek. Én nagy családban nőttem fel, nekem két gyerkőcöm van, négy unokám van már. Én magánemberként is mindig fontosnak tartottam a családot. Én ebbe hiszek, hogy a család, a gyermek, ez egy hazának, egy nemzetnek a jövője. Fehérváron én nagyon sok alapítványt ismerek, minden kellőtlen a kalappal becsületesen végzik munkájukat, de pont ilyen indítatás alapján én úgy éreztem, hogy nagyon jó helyen lesz ez a pénz a Fejér megye gyermekeiért alapítványnál. A kuratórium elnöke dr. Simon Gábor, főorvos úr, itt hosszú évtizedek óta ismerek, figyelem a szakmai munkáját, mint kórház gyermekosztályának a osztályvezető főorvosa is. Ugye most nyugdíjasként is segíti a kórház gyermekosztályát, a gyermekek egészséges életéért áldozza fel a szabad idejét, az egész életét erre tette fel, és úgy éreztem, hogy ez a pénz nagyon jó helyen van itt. Nos, igen, én is úgy gondolom, hogy először is köszönjük önnek, gratulálunk még egyszer. Én azt hiszem, hogy jó helyre került az elismerés, és jó helyre került az anyagi elismerés, amelyet ön adományozott. És hadd idézzek meg egy a saját a mi beszélgetésünkből egyet, amikor kérdeztem öntől valamikor 2-3 esztendeje, hogy mi szülte ezt a döntést, és milyen utóélete van. Ön azt mondta, hogy bölcs döntést hoztam. Mi állampolgárok úgy gondoljuk, hogy valóban bölcs döntést hozott azzal, hogy vállalta az állami számvevőszék alelnöki tisztjét, és munkájával segít bennünket, és ezt köszönöm szépen. A szakma megköszönte, és azt gondolom, hogy mi állampolgárok is köszönjük. Nagyon szépen köszönöm, és amíg tudok dolgozni, én így fogok dolgozni a jövőben. Köszönjük, hogy megtisztelt, jó egészséget kívánunk, és jó munkát. Nincs kétségem, felőle lesz dolga bőven továbbra is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Varvasovszky Tihamér, az állami számvevőszék alelnöke volt, akit nemrégiben Solidus díjjal ismertek el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!